Az Égó három rétege. Annak érdekében, hogy megértsük az Égó belső struktúráit, amelyeket az Égó házainak is nevezünk, szükség van annak tudatára, hogy három fő réteg van: a tudattalan elme első csakrája, az ösztönös elme második csakrája, és a tudatos elme harmadik csakrája. Az elme három rétege együtt dolgozik, hogy minden emberi lényben az Égó funkcióit szolgálja. Minden energetikai rétegnek külön funkciói vannak, mégis mindhárom réteg összekapcsolódik és közvetlenül hat egymásra. Ahogy megismerjük az égó belső struktúrájának rétegeit, ez tisztázza az égó azonosításának célját és hogyan működik bennünk. Ha megértjük, hogyan működnek az egoszűrők az elménkben, jobban fel vagyunk készülve arra, hogy meggyógyítsuk a negatív égó vagy a ragadozó elméből eredő energetikai egyensúlyhiányokat. Öntudatlan elme. Első visszaélés második. Trauma harmadik. Sok negyedik. Pusztítás. Első belső. Réteg, ez a tudattalan elménk gyökérrétege, és úgy működik, mint egy merevlemez az égó számára. Ebben a merevlemezben található a mobil memória tárolója az összes életfolyamból. Ez azt jelenti, hogy a múltbeli életekből, a jelenlegi életekből és a jövőbeli életekből származó sejtemlékek mind tárolhatók ezen a memória merevlemezen. Ezek az emlékek nem kapnak értéket, amikor rögzítik őket, függetlenül attól, hogy jónak vagy rossznak érzékeljük-e őket, ez a sok többszörös emlék minden ember gyökér merev lemezén tárolódik. Függetlenül attól, hogy magzat, csecsemő, életek között vagy eszméletlen volt, amikor a test bántalmazást szenvedett, az ember emlékezeti tárolójában rögzítették, hogy az ember jelenleg tudatosan emlékszik-e az eseményre vagy sem. Mivel a bolygót megszállták, és egyéni emlékezetünket és identitásunkat törölték ezekből a tragikus eseményekből, a legtöbb emberi lénynek négy fő sejtmemória területe van a tudattalan elméjében, különböző mértékben. Ez a négy fő terület a következő, bántalmazás, trauma, sokk és pusztítás. Vannak, akik átérzik ezeket a fájdalmas emlékeket, de nem tudják, mi okozta őket, vagy honnan jöttek. Mások sokkot fognak szenvedni, és ezeket az emlékeket teljesen leállították, mint megküzdési mechanizmust. Mások nagyon sikeresen tisztítják ezeket az emlékeket érzelmi tisztítási gyakorlatokkal, például hipnózissal és a múltbeli élet regressziójával. Mivel ez az egydélyes tudattalan elme irányítja autonóm idegrendszerünket és autonóm testi funkcióinkat, a meg nem gyógyult memória trauma ezen a négy fő területen sokféle fizikai tünetet és betegséget okoz. Ezeket a pusztító emlékeket részben az emberiség bukásának csavart féligasságaiban, vagy a Bibliában Ádám és Éva genezis történetében írták le. A csillagmagoknak és az indigóknak földi küldetésük van, hogy sokféleképpen gyógyítsák ezeket az emlékeket és idővonalakat. 2D elválasztó falak Ösztönös elme Első érdemtelenség második Szégyen, bűntudat harmadik Bizalomhiány, önbizalomhiány negyedik Árulás, elhagyás Ötödik haragüdűj hatodik. Félelem hetedik. Bekebelezés, rabszolgaság Második belső réteg, ez az égó ösztönös rétege, amely sok ember számára a tudattalan elmerésze marad, mivel sokan nem figyelnek ösztönös késztetéseik vagy függőségeik okára. A gyógyítás első része az, hogy hajlandó vagy odafigyelni a hajtásokra az elkötelezett önismereten keresztül. A második réteget az első réteg közvetlenül befolyásolja olyan mértékben, amilyen mértékben a fájdalmas memória a személy merevlemezén tapasztalható. Ezt a második réteget fájdalomtestnek is nevezhetnénk. Ez az a hely, ahol a megoldatlan fájdalomemlékek ösztönös hajtóerőként jelennek meg az ember egójában. Ha az 1D tároló memóriákat nem azonosítják vagy törlik, ezeknek az emlékeknek a fájdalma elválasztó falakat hoz létre a 2D-es rétegben, mint fájdalomtestet. A fájdalomtest továbbá elválasztó falakat hoz létre, amelyek az egóban a fent meghatározott hét elsődleges mentális és érzelmi állapotként nyilvánulnak meg. Ezek az elválasztó falak elszigetelik az égó ényét a személyben, és ahogy a személy azonosul ezzel az égó állapottal, elszakadnak a belső szellemüktől. Ez a belső szellemtől való elszakadás olyan falat hoz létre, ahol az egoidentitás egy másik része elszakadhat és elrejtheti magát. Ez az identitás akkor jöhetett létre, ha valaki csecsemő, hatéves gyermek, tinédzser vagy akár más idővonalakon is. Ezt a jelenséget égó alszemélyiségeknek nevezik, és mélyen átélt trauma következtében a falak mögé rejtőzhetnek. Ezek a traumatizált alszemélyiségek a spirituális energiánk egy töredékét is birtokolják. A sátáni rituális visszaélés, esére célja, hogy szándékosan hozza létre ezeket a traumatizált alszemélyiségeket, amelyek széttöredezik az elmét és a spirituális testet, ezáltal károsítva a személy aurájának belső energiastruktúráit. A jelenlegi módja annak, hogy ezt a ENA tömegesen érvényesítse a Föld bolygón, az áldozat-áldozat szoftverprogramon keresztül történik. Amikor elszakadunk a belső szellemünktől, elszakadunk az Isten forrással kapcsolatos tapasztalatainktól. Az eredmény több fájdalom, elszakadás és betegség, amely súlyosbítja az égó falait és állandósítja a nyomorúság körforgását. Belső lelkünk célja, hogy megtaláljuk és megtaláljuk ezeket az alszemélyiségeket, hogy meggyógyítsuk őket, visszaszerezzük őket Isten gyermekeiként, hogy a lelki fény visszaintegrálódhasson és visszahozható legyen a teljességbe. Égó 3 d házai Tudatos elme Első függőség vágy második Haragödűj bosszú harmadik Kapzsiság avarság negyedik a féltékenység. Ötödik falánkság, hulladék hatodik. Lustaság, csüggedés hetedik. Büszkeség, önfontosság. Harmadik hát, belső réteg, ez az égó tudatos elmerétege, amelynek mindannyian énként vagy személyiségként érzékeljük. Ha az ember figyelmet fordít a tudatos gondolataira, akkor tudatosul, hogy vannak-e negatív ego gondolatai, amint azt az ego hét háza fentebb meghatározza. Az ego minden háza az emberek és a külső körülmények megítélésével jön létre. A harmadik réteget közvetlenül érinti az első és a második réteg olyan mértékben, hogy a fájdalmas emlékezet az elválasztás falait és traumatizált alszemélyiségeket hozott létre ha az elkülönülés falainak fő területeit nem bontják le, és az alszemélyiségeket nem helyezik átlátszóvá a gyógyulás érdekében, akkor ezek a rejtett hatások irányítják és manipulálják az erőt és a hatalmat az ember ego házaiban. Lényegében minél gyengébb és fájdalmasabb egy személy, annál erősebbek az elválasztó falai, fájdalomtest, amelyek létrehozzák azokat az ítéleteket, amelyek az égó házait építik. A legtöbb esetben a házakat megküzdési mechanizmusként is létrehozzák, hogy kezeljék a 3 világban tapasztalt keménységet. Az égó házai Isten szellemének közvetlen elutasítását jelentik, és taszítják a Krisztus szellemet attól, hogy az ember testében lakozzon ha az égó házai rendkívül erősek, és a személy ismételten megismétli jellegzetes viselkedését, akkor ez az égó viselkedés egy belső házat épít, amely aztán vonza a szellemet. Például, ha egy személynek függőségi problémája van, amely a meg nem gyógyult traumából származik, és ismételten visszajátsza az addiktív viselkedést, akkor az égó elme belső struktúrájaként felépül a függőség háza. Amint ez az égó háza belsőleg felépül, vonza a szellemet, ugyanazt a tudati energiát, amely megfelel a belső házrezgési minőségének. A függőség szelleme démoni szellem. Tehát amikor az ember felépíti a függőség házát az elméjében és a testében, az vonza a démoni szellemet, hogy a házában lakjon. Ahogy az energetikai struktúra törvényei kimondják, az ember épített egy belső házat, és így létrehozta azt az energetikai megállapodást, hogy egy démoni szellem lakjon abban a házban. Ez az a konszenzusos megállapodás, amelyet a nem tudatos emberek tesznek a démoni szellemek számára, hogy a testükben lakjanak, majd később a beleegyezést, amelyet a ragadozónak adnak, hogy testüket sötét portáként használják. Az elválasztás őslenyomatai. Amikor a tizen. 12 szál DNS tudat lehetőségeiből jöttünk, és két DNS tudatban kerültünk egy földi testbe. Ennek az elválasztásnak a fájdalma elég pusztító volt az emberi kollektív lélek számára. A Guardian host leírja az emberi lélekben azt a magelválasztási lenyomatot, amelyből most minden más trauma és minden más félelem kinő, mint a magfélelem, amely az égó három rétegébe rögzült. Tehát az elválasztás lenyomata után, mondjuk, ha visszamegyünk abba az időpillanatba, amikor a tudat ténylegesen úgy döntött, hogy ezen a sűrűségi szinten alakul ki, és megtapasztalja a polaritást és a kettősség tudatát és ezeket a lenyomatokat, akkor az individuáció szintjén közvetlen volt az elválasztás lenyomata, és ezeken a lenyomatokon keresztül a tudatunkon. Keresztül és az ez. Ezekben az alacsonyabb formájú világokban szerzett tapasztalatainkon keresztül különböző érzelmeket kezdtünk kialakítani, amelyek különböző energiaaláírásokkal rendelkeztek, de mégis mind az elválasztás lenyomatához kapcsolódtak. Ezeket most veled fogom átnézni, és ha téged is elhívnak, amikor holográfikus újramintázást végzünk, vagy amikor később hallgatod ezt a felvételt, érdemes megnézni az elválasztás ős és kitörölni ezeket a holográfikus tudatodból. Az elkülönülés ő ős az első szint a sok, a trauma és a pusztítás, a második szint természetesen a bizalom hiánya, a szellembe vetett bizalom hiánya, a harmadik az árulás és polaritása, elhagyása, a kettő együtt működik az árulás és az elhagyás együtt jön be, így egyként szerepel a következő a félelem, a következő a kozmikus harag, kozmikus dühhe, a következő az érdemtelenség, a következő a szégyen és a bűntudat, nyilvánvalóan ez ugyanaz a rezgés, és a következő úgy érzi, hogy csapdába esett, tehát beszorult. Sok trauma és pusztítás A bizalom hiánya, a lélekbe vetett bizalom hiánya. Árulás és elhagyatottság Félelem a kozmikus harag kozmikus dühe. Méltatlanság. Szégyen és bűntudat. Beszorulás. A mennybe meneteli ciklus során az elkülönülés őslenyomatainak ezek a különleges energiái nagymértékben felerősödnek a világképben, hogy láthassuk őket felszínre törni és a tudatunkra gyakorolt hatásukat elmozdíthassuk mondjuk a félelem és az érdemtelenség, az ős lenyomatok, ahogy felsoroljuk őket, valójában olyanok lettek, mint a fizikai dolgok, mint a rezgés síkjai, és ezek a rezgési síkok az emberi evolúció idejének eonjai felett, és megtapasztalták az elkülönülés lenyomatát, azért kezdtünk el alkotni, mert ezeket a különleges energiákat és ezeket a különleges élményeket korábban nem tapasztaltuk meg, és hirtelen létrejönnek a bolygómezőkön és az emberi tudatban tehát elkezdjük ténylegesen megszerezni ezeket a különleges érzelmeket és tapasztalatokat, amelyek mind az elkülönülés lenyomatából származnak, amelyen eredetileg keresztül mentünk, hogy ezt a tapasztalatot a Földön szerezzük. Kategória Mentális test